Nagy Péter vagyok, Gimtek Kft. Ügyvezető igazgatója. Jelenleg napkoron vagyunk a gyártóbázisunkban, a második számúban. Zöldmezős beruházásként építettük fel ezt a 2500 négyzetméteres ipari csarnokot. Kuriózumnak számít ebben a, gondolom, ebben az országrészben. Egyrészt a mögöttem látható Skoda CNC Horizonnak, ami 20 méteres megmunkálási kapacitással rendelkezik, és a 75 tonna összkapacitású, emelési kapacitású daruknak, amelyek szintén egy olyan szegmensbe repítik a céget, amely eddig ugye nagyon kevéseknek adottak meg. A fejlesztést a GOP 131 című operatív program keretein belül végeztük, melyben 163 millió forint állami támogatást kapott a cég. Egyébként maga a beruházás teljes összköltsége az 330 millió forint volt. Én bízom benne, hogy nagyon sok munkát, nagyon sok pozitív és sikeres projektet fogunk itt ennek a telephelynek a keretein belül befejezni, és bízom benne, hogy lehetőség lesz olyan szakembergárda és olyan fizikai állomány foglalkoztatására is innen a megyéből, amelyek megállják a helyüket, és nemzetközi szintű termékeket fogunk tudni gyártani ezáltal. Várhatóan hány fővel fog nőni majd a foglalkoztatottak száma? Jelen telephely megnyitásával várhatóan 20 fővel fog bővülni társaságunk létszáma. Ezek zömében lakatos és heggesztő szakemberek, melyeknek a kiválasztását már elkezdtük.